Sziasztok! Azok, akik ismerik a csatorna működését, ők tisztában vannak azzal, hogy mindig erősen foglalkoztatott minket a magyar kutyafajták múltja, jelene és jövője. A magyar fajtákon belül is kiemelten sokat foglalkoztunk a kuvaszokkal és a komondorokkal, akik esetében minden szakértő véleményére kíváncsiak voltunk. Beszélgettünk róluk a Kuvaszfajta Gondozó Egyesület előző és mostani elnökével, Barta László pásztorkutya szakértővel, a Magyar Komondor Klub elnökével, de Nagy András komondor szakértővel is. Ezeket a beszélgetéseket megtaláljátok a csatornán. Az egyik nagyon gyakran, ha nem leggyakrabban felmerülő kérdés mindig az volt, hogy vajon milyenek lehettek a kuvaszok és komondorok második világháború előtti ősei, akik többségében kipusztultak a világháborús harcok során. Milyenek lehettek ezek a kutyák, mennyiben tértek el a ma élő, általunk ismert kuvasztól és komondortól? Eddig többségében csak képeket tudtunk mutatni nektek, azokat is kis számban, és a szakértők leírásaira alapozhattunk. Történt azonban valami, ami számunkra is abszolút újdonság volt. Kiderült, hogy majdnem 100 évvel ezelőtt egy amerikai forgatócsoport járt az akkori budapesti állatkertben, akiknek bemutatták a Hungarian Watchdogot, azaz a magyar őrzőkutyát. A kutyák Rajsi Csemil idézőjelben gyűjteményéből származtak, akiknek aktív szerepe volt a kuvasz és a komondor fajta kialakításában. A 7 perces filmre egy nézőnk, Samu Pál hívta fel a figyelmünket, amit ezúttal is köszönünk. Nézzétek meg ti is a most következő képsorokat, amik fennmaradtak a Dél-Karolinai Egyetem videótárában. Egészen döbbenetes élmény látni ezeket a kutyákat, akik fele kuvaszos jellegű, a másik fele pedig komondoros jellegzetességeket hordoz, de a filmben, tehát 100 éve, egyértelműen úgy tűnik, hogy egy azonos kutyatípusként kezelik őket. Ez egyébként alátámasztja Nagy András nekünk elmondott, forrásokra alapozott véleményét, hogy a borzas és simafejű komondor egy kutyatípus vagy fajta volt akkoriban, és azóta tudatosan lett egy-egy fajta, a kuvasz és a komondor alapja. Jöjjenek a felvételek, kíváncsiak lennénk a véleményetekre a kommentmezőben. This is a special race of dogs
used by Hungarian people as watchdogs. What's not that? This is a special race of dogs used by Hungarian peasants as watchdogs. Dogs, not in Hungary only.